Ez egy nagyon szép szakma. Rendkívül nagy alázat kell hozzá, és szeretni kell csinálni. Az ember nem szereti, ha itt nem érzi belül, ha nem szereted a vendéget, nem tudsz jót adni. Ez csapat nélkül nem megy, ez egy óriási volumen. Én akármit tudok csinálni egyedül, de kollégák nélkül, csapat nélkül ez semmit nem ér. Futballista akartam lenni. A D-tárival rúgtuk egymást állandóan nagyon egyébként. Abba a korosztályban játszottam én is. Meghívtak az ifi válogatottba, de valami nem akart, hogy oda jussak, mert előző nap délután ráesett egy pad a ládamra, és eltört a lábam. Azt tanácsolták a szüleim, tanuljak egy szakmát. És ez úgy volt kedvem, és aztán így lettem szakács. Hát az élet ilyen apróságokon múlik. Házban elég régóta dolgozom, hát itt voltam tanuló ennek a háznak az elődjébe. Aztán a sors elvitt sok helyre. 25 éves koromban kerültem ki Münchenbe, és ott rögtön hát úgy hozta a sors, hogy egy fél éven belül konyafőnök voltam egy 4 csillagos szállodában. És aztán visszatértem ide, itt dolgoztam, és hát most vezetem ezt a házat. Persze, teljes szabadságot kaptam, és gyakorlatilag minden az étlapon szereplő összes ételt megreformáltam, megpróbáltam hazai környezetben azokat megoldani, olyan galantinokat, olyan hideg húskészletmeket csináltam, amit csak ott tanultam, és előtte itt soha nem hallottam erről, és soha nem láttam. A sport az pedig egyre jobban háttérbe szorult, már nagyon nem tudtam, mit csinálnak, elkezdtünk biciklizni. Barátaimmal, hát egy páran éjszaka szoktunk lejönni az erdőbe. Ha lehet, akkor lámpa nélkül még izgalmasabb. Elmentem raftingolni, nincs ott Európában olyan vadvíz, ahol eljöttem volna le. Általában a hátamon is kopogott a fejem a sziklákon. Aztán kitaláltuk, hogy rögtön meg kéne mászni Európa legmagasabb helyét, a Mont Blanc. És egy 3 hónapos felkészülés után nekivágtunk, és hát muszáj voltam durván a csúcstámadásnál visszafordulni, mert meghaltam volna. És el kell tudni ezt engedni, mert a hegy megvár. Valakinek ez extrém, valakinek meg nem is olyan extrém. Ez mind nézőpont kérdése. A szállodai szinten séfnek lenni, ez egy óriási koordinációt igényel. Amikor reggel mondjuk egy 600 reggelivel nyitjuk a napot, aztán van egy 2000 mini süteménnyel ellátott kávészünet, miközben utána egy hatalmas büfé ebéd már délben van, aztán jönnek csoportebédek akár menüben, akár büfében, aztán este van egy esküvő, és mindezt ugye a nap 24 órájában. Gyakorlatilag maximalizmust igényel, anélkül ez nem működik, tehát ha bármit elfelejtek, akkor az egész borul. Még egy étteremben, ott koncentrálni tudok arra 6-8-10-20 ételre, itt nyilván egy-egy étellel annyit nem tudok foglalkozni. De mégis itt is van egy éttermünk, ahol ugyanazt azt a két lazacot akkor is meg kell tekerni, és akkor is valami gyönyörű rózsát kell belőle csinálni. Pedig mellett ott van még 200 ember, aki éhes, és lehet, hogy a pincérben itt van még 400 diák, aki éppen enni akar. A mi dolgunk az alapanyagokkal kezdődik, ugye, és hát az határozza meg a sikert egyébként, hogy milyen minőségű alapanyagból hova tudok eljutni. Ugye a trend az most is arra felé halad, hogy az alapanyagokat minél kevesebb ideig és minél alacsonyabb hőfokon hőkezeljük, hogy minél nagyobb tápanyagértékét, színét, ízét, állagát minél jobban megőrizze. Valami furcsát fogok mondani talán, amikor én megfőzöm, rárakom a tányérra, én azt már tudom, hogy az jó vagy nem jó.
ha én megfelelő minőségű alapanyagból, egy jó konyha technológiával előállítottam valamit, azt nekem már tudnom kell ennyi év után, hogy az, amit odaraktam, annak jó íze van-e, hogy mondjam. Ez nehéz ügy, igen, ez nem tudom, hogy honnan jön. Belülről. Az élet olyan rövid, azt hiszed, hogy mindenre van időd, pedig nincs. Egy állandó tanulás az élet, mindig jobbá és jobbá válni. És hát rengeteg dicséret jön vissza. Tehát innen kezdve az ember tudja azt, hogy legalább jó úton jár. De minden nap meg kell ezért küzdeni. Tehát az, hogy én tegnap valamit jól csináltam, azt ma ugyanúgy meg kell csinálni jól.